A Víz az Úr volt a címe, a másfél évig tartó pályázatnak, melynek a természettudományos nevelés digitális kompetencia fejlesztése volt a fő célja. 2009-ig nyúlik vissza a tehetségpont története, és ezzel együtt a pályázatok, tehetségpályázatok története is. 2009-ben regisztráltam a tehetségpontot a Nemzeti Tehetség program keretében, és akkor írtuk az első pályázatokat, két nagy, körülbelül 10 milliós uniós pályázat volt az indulásnál. Mire vagyok a legbüszkébb? Talán a legutolsó tehetségpályázatra, ami most decemberben zárult, januárban készítettem el a beszámolót, a záró dokumentumokat. Ez közel 5,5 milliós támogatású pályázat volt, és nagyon-nagyon sok értékes program, olyan lehetőségek voltak most benne, amit korábban nem sikerült megteremteni. A gyerekeket, amikor elvittük kirándulni, akkor közösen meg tudtunk kulturált körülmények között ebédelni, ez is egy nagy élmény volt a gyerekeknek, de olyan kirándulásokat, olyan programokat tudtunk megvalósítani, például a Tisza folyása mentén felső szakasz, középső és az alsó szakaszhoz kapcsolódóan, amik sok-sok érdekességet hoztak a gyerekeknek. A Víz az Úr projekt volt ez, amit a pályázat jóvoltából megvalósítottunk, és ezért is volt, hogy a Tisza vonalát végigkövettük. Szegeden például úgynevezett digitális invázióban vettünk részt, amikor az okostelefonok segítségével követtük a városban a vízzel kapcsolatos emlékhelyeket, de mondhatnám a Tisza felső folyásánál a gyerekeknek az egyik legnagyobb élménye a nagyari Lubi kastély volt, ahol még a decemberi projektzáron is emlegették, hogy milyen finomat kaptunk ebédre, és hogy milyen kulturáltan viselkedtek. Ez számomra nagyon nagyon jó érzés volt ott a szép környezetben, tökéletesen tudták, hogy hogyan kell viselkedni, nagyon jól telt a napunk. Mondta Lévainé Kovács Róza, aki emellett a helyi iskolákban, óvodákban is járt tanítványaival bemutatózni. A legtöbb feladat a körvezetőkre hárult, természettudományos tehetséggondozás a profilunk a Kovács Tehetségpontban, és biológia, fizika, kémia, földrajz köröket működtettünk. És természetesen kitekintgetünk logikai készségfejlesztés, digitális kompetenciafejlesztés felé is. Volt olyan időszak, amikor a személyi feltételek lehetővé tették, hogy volt matematika műhelyünk is, vagy digitális műhelyünk is, ahol például a digitális fotózással, videókészítéssel is ismerkedtek a gyerekek. Egykori tanítványunk, aki innen indult, fotós lett, fotókiállítása is volt, ő jött visszasegíteni a gyerekek munkáját. A matematikai műhelyben rengeteg játékos foglalkozás volt, ami megint csak jó fejlesztő. Hát aztán ebből maradt a szudoku párbaj. A különböző körök tevékenysége alapvetően mindig az éves projekthez kapcsolódik. Heti rendszerességgel tartunk foglalkozásokat, de azon túl vannak eltérések is, például a biológia és a földrajzkör kerékpár utakat szervez itt a város és környékén, ahol egy kicsit összekapcsolják a tanultakat a gyakorlattal, terepgyakorlatot iktatnak be a programba. Csontosné Szilágyi Erzsébet kolléganő és Marik Mátyás kollégával. A kémiakört most Karas Elvira tanárnő, tagintézményvezető asszony tartja,
ő is inkább a kísérletezést erősíti a gyerekekben. Természetes, hisz azért a kémia is a kísérletezéssel érdekes, meg a gyerekeket az izgatja. Hát aztán a fizikakör valóban nagyon sokat kísérletezett, különböző meghívásaink voltak, hozzánk is jöttek, nyugdíjas csoport, óvodás csoportok, voltunk óvodákban, óvodai táborokban, tényleg ezek nagyon-nagyon jó dolgok voltak, és öröm volt látni, ahogy a gyerekek fejlődtek, ahogy megtanulták a kísérleteket előadni, bemutatni, az ügyesebbek már a közönséget is bevonni. Ezek úgy visszaigazolták, hogy igen, érdemes volt ezt csinálni. Az elmúlt években több mint 10 tehetségpályázaton vett részt Lévainé Kovács Róza, aki most nyugdíjba vonul, így ezt a pályázatot befejezi, de az élményt nem veheti el tőle és tanítványaitól senki. Reméli, lesz Kovácsos kolléga, aki tovább visz kezdeményezéseiből, versenyeiből valamennyit.